Oké, ha itt vagyok a bontisnál, merre kell menni, srácok? Hát Jobbra. jobbra, vagy bal jobbra? Jobbra. Oké, Jobbra. teljesen a mögé jobbra, erre Mögé föl. jobbra. Mögé jobbra. Megvan. Oké. Szívesen. Nem te segítette a többiek. Kus. Lépjek, vagy Nem, mi? nem kellett megadnom a Twitch adataimat, csak bejelentkeztem az akkontomba, hogy megkapjam a cuccokat. Szultánnal beszélgetek itt kérdezni. Nem, csak igazából bejelentkeztem a Twitch akkomba, és ott az értesítések vannak, ott kijött, hogy ott vannak a Warframe lootok már, és csak claimeltem. Megkaptam a fegyvert, értem. Most már te is 4000-eket fogsz kritálni, tanulva. Két érdeke... hello. Mi van még itt? Karperec, karperec, karperec. Amp Assembly, the Quill Standing. Oké, szóval ők egy külön... Igen. Ten Intox Sentient. Nincs Ten Intox Sentientem. De van, de kell, hogy legyen Ten Intox Sentientem. Hát hülye vagy. Hát annyit se... Ja, lehet, hogy még nincs. Lehet, hogy még hiányzik egy-kettő. Nekro, azért nem tudod beadni a tenintak szentjéntet, mert azt csak akkor tudom, hogyha összegyűjtötted az 5000-et. Ja, várjál. Ja, és be is tudom trédelni. Ja, hát akkor szerintem meg lesz. Szerintem meg lesz. Be kell trédelni 5000-et. Ááá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 á Egy pár idolont még leszedünk hozzá. Mackasz mindenit, 1600. Értem én. Jövő hét, ne adjatok semmit neki a héten, de jövő héten növelik az értékét. Aha, jó tudni, oké. Kösze. Köszi. Na jó, srácok, akkor ne adjátok le neki a köveket, mert jövő héten növelik az értékét. Szerintem sok minden nem fognak még itt változtatni, hogyha... Egy-két jó dolog, mielőtt elindultok a farmolásra, vagy aki nézi és még nem tudja, hogy mit, hogyan, hány, merre, akkor jó a fegyverkereskedő. Árul különböző blueprintek, alkatrész blueprinteket, amit ha legyártasz, akkor összerakhatod a saját fegyvered. Ugyanakkor van neki napi specialitása, ami néha megéri, néha nem. Például én tegnap vettem egy 32%-os crit chance-es kardot, ami szerintem nem rossz. Other service, az pedig például 15 platé átnevezheted a kardodat, hogyha szeretnéd. Ami például így néz ki, hogy én átneveztem a Guandaot Necroforce-ra, de ne is mondjatok semmit, tudom, hogy nagyon lame, de ez jutott most eszembe. És... mi van még, mi van még, mi van még? Ja igen, a halas. Már... zsír. Mit kaptál? Díszek. Ezért Hanho Sentinel maszkot kaptam. Elindítom, hogy én is a háttérbe a streamet, hadd menjen. Na, zsír, öröp. Azt tudom, hogy kapjátok, csak egyedül a szigérről maradtok le, mivel hogy még nem írtak a Warframe-esek, hogy megkaptam volna a partnerséget. Na, itt van ez a csávó, akinél ezek a díszszarok vannak, szóval aki még először jár a Plains of Eldolonon. Érdemes hozzámenni, miután megcsináltál legalább kettő-három bounty-t. És rájössz a bronzvérzés, és megveszed 500 tendike a Nozam Cutter-t. És idővel majd kiváltasz minden blueprintet és az erősebb fegyvereket is. De ez a Nozam Cutter, ez kelleni fog elsőre, hogy a kövekben lévő nyersanyagot ki tud venni, azt is nétől. És a pecabotokat meg lehet venni, ugyanúgy. Hogyha megcsináltál legalább olyan 2000 pontnyi standinget, csak én már mindent elköltöttem, ugye, akkor helyből meg tudsz venni fegyvert, halászbotot és a többi, és tudsz venni csalit, vagy luminous dye-t, ezt a luminous dye egyiket se kötelező, de a luminous dye kiemeli a halak alakját a vízben, és azzal le lehet könnyebben vadászni őket, de egyiket se kötelező, mert attól függetlenül nagyon jól lehet. Világuralom halad, Be Your Age. Nagyon jó halad, már most is jöttek ketten, legalább három ilyen hangot hallottam, hogy csatlakoztak, törünk a világuralom felé. És ha ezeket megveszek, akkor könnyebb horgász. Aztán vannak itt trófeák, és a többi, és a többi. Semmi nagyon. De mindezeket megvenni, ugye, csak azután tudjátok, hogyha ő nála már egy-két bounty-t megcsináltatok, és akkor azért kaptok ostron, hogy hívják ott.
Mostan standinget, pontot, igen, és akkor be tudtok vásárolni a kereskedőknél. Szóval nem egy egyszerű formulási folyamat lesz, de nem is vége láthatatlan formulást. Azt mondja BioRage, hogy van öt platja, hova kell küldeni az alapítványnak. De lehet, te eljegyszer bevezetünk egy ilyen mentsük meg kis tudat alapítványt. Vagy segítsük kis tudat világuralomra alapítványt. Jó van. És ilyetne. Ó, figyeltek, mit fogok. Ne! Elbasztam a nagy halat. Elbasztam a nagy halat. Akkor ki kell mennünk, hogyha erre nem akartok. Van. Miért kell kivennünk, ha idolont akarunk? Egy. A Karinál nincsen CP. Ja. A Kari megoldotta. Miért beírom, hogy izé? Titánia be tudja targetelni. Titániával le lehet ölni? Mit? A idolont? Lehet. Hát lehet, hogyha lemegy a shieldje. Nem hülyeség a Titánia, mert amúgy nem találtam meg az egész pályán. Nem Titánia, bocsi, Mesa. Ja, nem. Mesa az ember. Nem, Mesa nem. Sajnos. Oh, láthatlanba kifagytam, lol. Egyébként úgy megszabadt minket, mint a múltkor. Elindultam jaj, jobbra. Én meg balra. Ki meg középre? Én. Jó, akkor meg. Only mit, hanem. Akkor megy a jungle-be. Ja. Ne. Na, majd a topra. De Hunter mid lane-e. Ó, megtaláltam. Gyertek ide. Ott van. Nagyszerű. On my way. SS. SRS. Ki van kapcsolva? Dinamikus rezolúció izé? Miért lenne kikapcsolva? Rezolúció? Aha, mint hogyha matek tanáromat hallgatnám. Rezolúciós kalkulusba. Rezolúció izé nincs bekapcsolva. Gyerekek, magyarok vagyunk, használjunk meg magyar szavakat, amennyire. De rezolúció, hát ez magyarul van, de nézzél rá a Twitch stream, nézzél rá a streamre, és magyarul van leírva a rezolúció. Megjöttünk. Olej, ennyi volt a... Ja, már nem van a shieldje? Ja, jó, akkor... Dehogy van lent a shieldje. Velem van, lőd. Melyiket? Ott, jó, megvan. A karja. Hát most valahogy nem... Trivial, mint a legtöbb. Borzató. Anyád, hány volt shield van, bazd meg? Hát stackelőzik, ennyi. Oké, okay. Oh, futás van. Laci! Hova futunk? Mondjuk a Herodnak ilyenkor el lehetne volna nyomni az izéjét. Hát már ja, az volt ilyen. És ha észrevettétek, van rajta, hogy jó, az és akkor vissza, és akkor tegyük fel a vackot. Tegyük fel ezt a cuccot, ja. Ezt a cuccot. Láttátok srácok, itt volt egy cucc, és Exceptional Sentient Core. Ez a neve. Semmi nem kaptam. Itt volt egy cucc. Exceptional. Értitek? Na, akkor keressük meg. Exceptional. Eufona OP. Ott van. Kari kijelölte. Várj, Kari. Arra gondolom, hogy 10 másodpercnél tovább él. Hát nem kemény ez. Hihetem fedóval, rálőttem a 100-at és ennyi volt. Rám még 50%-os buff? Hát igen. Jó, most a lába legyen, vagy melyiket szeretnéd? Lábát, szerintem a lábát. Jobb vagy bal? Mindegy, valamelyik. De nem, akkor megsántul. Sajnálom. Pont azért. Hát nem teleportál a pályának a másik oldalára. Ja, úgy meg. Egy aló. Hát, lehet, lemaradott meg, a közben ők zont. Jó, ennyi volt, nincs shieldje. Ezt ez gyorsan ide ideérek. Aaaaaah! De akkor az volt. Addigra én odaérek, addigra meghal. Jó kis quick thinking, megmenti az életet. De most megint van shieldje? Igen, azok a szarok izé... Kék szarokat lőjük. Igen, a drónok azok szeretnek egy shieldet. Nem csak shieldet, HP-t is. Hát, ezt kibírjuk. Sajnos a szétszakadt részeket már nem növeszti vissza. Lehet megint növelni, lehetett. Lehet lőni. És most egy ilyen gyűrűkora flashback-en van, hogy jönnek az entek. Lő! Ah, tényleg entek. Ahogy... Jó, lába. Oh, kész a lába, jó van. Okay. Jó van. Futás! Ja, tényleg. Ja, de van hero ulti. Meddig tart a hero ulti? Nem ott van, 6 szeg. Hagyjad, de jó kibírja. Üzéket lőjtek közben a drónokat. Hol van? Kibírtam. Egy kurva drón, ja látom. Jó. Hova lett? Ja, itt. Dobálj közben a kórokat. Ez igaz, csak mindig elfelejtem ölni őket. Na, hol? Ott van, arra.
Amúgy meg van egy ilyen energy siphon vacak, ami felszívja őket, azokat nem szabad hívni, mert összeszedik a drónoknak ezek a vackokat. Magyarul lopják a reput. Push! Kis cigányokat betettünk a játékba. Aha. Segítség. Aha. Én, de hát... Én hallod, nem tudok valamire elvéppontolni oda. Nem engedi. És nekem erre tegnap azt mondták, hogy ezt nézd megölni, hogy amúgy. De úgy, de... csak rá kell csődni, hogy kell megölni. Ópék vagyok, ja. Sígyed már! A shieldjét már lehűszedjét szedtétel. A hero majdnem meghalt. Én túléltem. Én nagyon is élek. De figyelj, meg mindig van shieldje. Én a kezéjét. Nyom menne a halhatatlanságot. Vége. Oké, nézs. Van rajtunk halhatatlanság. Hát csak nem elég ideig. De rajtad nincs? Vagy de? Nem, elég ideig lesz. 6 szek. Elég addig lesz. Alig túlél. Hoppá, de attól még szíve le az energia. Nem. Neked nem. Nekem sem. Érdekes. Hol vannak a kis botok? Hát, oh, itt van, itt van. Itt van mellettünk. Tök jó. Ó. Ez az, lehet, hogy legközel spammolta. Nekem is ilyen volt előtt. Hol van a... Ezt szerettük. Nem. De amúgy azért félelhetünk be, mert nem találtuk a pályát. Hol van dropja amúgy, srácok? Jaj, ott volt. Valahol. Ja, hogy ez most... Ja? Ja, hogy nem tűnt el? Jó? Miért? Most miért belül? Jó, a tálba. Lába. Lábát lőjük? Igen, oda menetül. Jó, meghalt, mindjárt. Ah, szerintem megint okrán van. Várjátok, amúgy az a három másodpercben lehet, nem kéne benne állni. Ja, mondjuk tényleg most az utolsó hal. Most dobja ki a drónokat. Ja. Itt jó a fal. A fal. A fal, ja. Hallod, nézd mennyi volt sírva egymás után. Ja, ja. Na, halljon már meg. Ha. Nekro, én akkor nem lehet sebezni, akkor a drónokat kell adni, amit jönnek felé. Nem látok egy kurva drónt. Nézzél hátra. Ja? Hol? Halljak. Hogy láttam. Ott van, ott van. Ó, még ott is egy kor. Hello. Kor? Na, nem, izé, csak ilyen vackok. Pontok. Nem baj, józ. Olyan lesznek más fajták és nem csak ez a nagyon ronda fajta. Mondom, erről majd csinálnak egy raidet, remélhetőleg. Ó, piros kritela izé rajta. Adnám. Ahogy hívják. 50%-os. Aha, piros krit, tényleg. Jó. Meghalt. Meghalt. Hol az acsig mentem? Az a szagy. Majd elküldjük izé postán. Azt így mentjük azért, ha túléld az éppet, nem? Aaaaah! Nem, hogy minél többet, ha megvesz egy csomót, akkor kapsz belőle. Itt egy rare mod. Itt izé stealth mod. Hello. Mi? Ó, új stealth mod. Új stealth mod. Jaj, lássuk csak az új stealth modot akkor. Itt van még amúgy ilyen szarok, intaktus akár. Jó az. Amúgy a intaktusokat gyűjtsétek, nem csak azért, mert bukkolni fogják, hanem ez kell, az kell, hogy tovább lépjetek a következő szintre. Jó. Első 10 kell, utána 20, gondolom utána 30. Ó, pont az izétől nem látom az izét. Ott van egy másik oldalon is egy. Hol? Ott. Ja? Ah, de én egy oldalra gondoltam. Wow. Ja, várj. Elovasztó a Twitch-et. Esben, szevasz. Várjál már, Esben, te vagy Teller István. Áááát, akkor... Igen. Jó, keresünk még egy adont? Van adont? Menjünk ki. Menjünk ki. Miért nem keresünk még egy adont? Egyszerű. Mert gyorsan, hogyha újra spammoltatjuk. Ja, értem, oké, rendben. Hát akkor... Akik nézik a streamet, hogy lefordítsa még egyszer akkor magyarra, hogy mi az Isten nyila van? Minden korosztály. Még van a legszexibb hangja itt ilyesen. Kell lefordítani magyarra. A fókusz iskolák, hogy milyen képességeket adnak most. Ja, nem tudom. Ja, mert ezek most megváltoztak. Igen. Én úgy gondolom, hogy én félek még megnézni. Én is egyszer ránéztem, az önünkot feltoltam maxra, és így hagytam is. Pozitív. Ez a pozitív izé hangulatod, ez most annyira felvillad az engem, hogy ilyen öngyilkos leszek. De Ozzy, Ozzy az most sávon ilyen. Increase Operator Energy. Ja, ha nem baj. Oké, Erik, lefordítom neked. Szóval, akkor kezdjük középről. A
Energy Pulse az energiát fog adni bizonyos másodpercen keresztül, hogy egy bizonyos százaléknyi energiát, hogyha fölveszel egy energiát. Annál te inkább beszélj egy jegyzettömbbe. Nem írod el egy jegyzettömbbe, és belinkeled. Ja, lehet, az kéne. Na, mindegy. A lényeg az, hogy energiát tölt vissza, tehát az Enoriknak az energy flow-ját azt úgy oldották meg, hogy most föl kell vegyél egy energia orbot ahhoz, hogy bizonyos másodpercen belül bizonyos mennyiségű energiát kapjál. És nem rossz, de nem is ezért. Hát mindegy, de nem vészesen szar, de nem, nem is rossz. Az a vészesen szar benne, hogy ha elnyomod, és például bekapcsolod az Excaliburnak leszalat edbélyét, akkor úgy számolja, mint hogyha abba a leszalat edbélyébe tölteni nekem vissza az energiát, miközben semmit nem tölt. Ez az, egyébként tudjátok, hogy mi a szar, amit most csináltak ezzel a warframe-esek? Hogy visszaadtak minden fókusz energiá pontodat, ugye? De viszont a mostani költségek sokkal nagyobbak fókuszpontra. És a kurva anyagban. És a kurva egyébként. Energy Death maxoljam ki. Az úgy vicces lett volna, hogyha az összes max játékos megfogja, beleadja az összes fókuszát, az csókolom. Nem csináltak volna semmit, csak átalakították volna nekik egy kicsit. Igen. Na most az Energy Dash az egy olyan dolog lesz, ami, ugye már ez visszatölti a spanoknak az energiáját, ami nem egy rossz dolog, de... De a csapattársak nem segítünk. Igen, nem az, hogy nem segítünk csapattársak, de a csapattársaknak is lesz. Szóval előbb kihúzom a passzívakat, és akkor utána húzok rá az Energy Dash-re, ha még marad egyáltalán valami. Mert én úgy nézem, tehát nekem ezek a púzok, ezek tetszenek. Ja, nagyon felső részeket húztad ki. Azt húzom ki most az Enoriknál, de kurva sok pontba kerül egy, hát ez már szégyentelen. Hopp, ide is kéne húzni valamit. Ez meg ugye az energiát. És már lassan ki is vagy szopon volt, de 450 ezer energy, hát mi a fasz? Ez a Prominence Wisp Totem, ez mi a halál? Pontos. Hol a faszba találtál ilyet? Ó, viszont a lassítás. Tegnap néztem este Twitch-et, és közelből csak bedobtam, aztán lefeküdtem aludni. És... 300-300 ezer. Ja, én is lefeküdtem aludni, így visszaértem, megpróbáltam keresni mosógépet, nem találtam, aztán lefeküdtem aludni. Mosógépet? Most tök jó, nagyon elmennek mostottunk mosógépet. Tudok segíteni a témában. Nem vagy mosógép, nagyon durva. Koraszos vagyok még mindig. Na ennyi volt. Szóval, amire ráfejlesztettem, az operátor energiája 60%-kal megnő, a visszatöltése az energiájának is 60%-kal meg van nőve. A pulse, ami 12 méteren 400 damage-et csinál az enemire folyamatosan, azt csináltam még meg. Ami behúzza az enemiket az operátor felé, még azt csináltam meg. Az meg 3 energy per second. 3-as szintűre kihúztam az energia visszatöltést. 7 másodpercen belül 40% energiát, hogyha felveszek egy orbot, és a Energizing Dash-re is ráhúztam egyet. És 15 másodpercen keresztül 3 energy per szekundum, szóval az se vészesen rossz. Azt hiszem. És voilà, 4 millapont, ez így vicces. Voilà! Voilà, c'est fini. Hát még kioldhatom a Blast. Szóval ezt még kioldom a lassítást, hogy a Void Blast az lelassítsa az enemiket. Szerintem az nem egy rossz dolog. És a maradékot pedig beadom ide. Beadod a klánnak. Hogy... Ennyi. Madurai, vagy Naramon. Ne lenn Naramon. Abban van még egy milla. Na mit tud a Naramon? A középső része kills from melee attacks grants 10% more affinity, szóval több XP-t kapsz, hogyha ölsz millivel.
Mindenképpen. Azt kell elsőnek kiszadni. De várjál, most én nem tudom azt feloldani. Ja, hogy unlock 50 000, fuck you. Ja, akkor azt feloldjuk. Oké. Okay. Boystalker, what would increase critical chance of melee attacks by... Oh, oké. Okay. Szóval ez a kritikus esélyt növel meg 20%-kal 5 másodpercen keresztül. Totem egy hajó, egy dísz. De void módba kell lenni hozzá? Mi van? Szóval void mode increases, void mode increases critical chance of melee attacks by up to 20% over 5 seconds. This chance gradually decreases over 5 seconds when the operator leaves void mode. This ability costs 1 additional energy. Ezt ki kell próbálni, hogy értelmezzem. Szóval, ha void módban vagyok, tudok millizni 20% megnövekedett eséllyel, de ha elhagyom a void módot, akkor másodpercenként csökken az esélye annak, hogy 20%-os crit chance-en van. What? What? Ez jó, ezt most meghagyjuk egy kicsit. Melee combo counter will now decay by 20 over time. Oké, okay. Szóval most a decay az, amikor csökken. Jól tök angolul, vagy nem tök jól angolul? Hát, teljes angoljára. Hát ez az bazzag, most én sem. Te beszélsz mondom. Mert nem értem a lényeget. Tehát a combo counter, tehát a combo számláról 20-asával fog csökkenni. Ez most tényleg azt jelenti, hogy decay? Hát igen. Hát igen, mert ugye úgy van eddig, hogy... Ja, értem, hogy furra most fullra, igen. Aha, viszont aha. Így legalább meg tudsz tartani valamennyit egy bizonyos idő elteltével is, tehát 20-asával csökkent. Ez nem rossz, ez nem rossz. Tehát nem nullázzál, nem csak igen. Void Hunter, lássuk. Void Mold reveals enemies within 10 meters through walls. This range gradually decrease over 2 seconds when the operator leaves void mode. This ability call. Hát ez egy VH, ez most igazából nem izgat. Annyi biztos. Void Dash no longer displaces enemies, instead it will open them to finishers and increase finisher damage taken by 15%. Oh! Na, ez az Executing Dash, ez azt csinálja, hogy hogyha átmész az enemiken, ezentúl nem ellöki őket, hanem finisherre megnyitja őket. Na, mondd a kábítás. Az nem olyan rossz. Amúgy az alaplencse mindenből ki lett véve, mármint hogy eddig, amit én installáltál? Ja, azt hiszem igen, csak visszakapta a lencséket, szóval újra kell őket rakni. De a pontokat is visszakapta. Mindent. A nagyokat is, mert meg is berakva, és most van egy csomó lencsé. Azt hiszem, hogy ezt feloldom, igen, és ezt is feloldom. Amúgy meg Equinox és Guardaóval kezdjétek, hogy ott az Prime-on. Te Equinoxra gondoltam. Na jó, akkor van itt egy olyan, hogy... Mert a Steelers Exterminator, hogyha végig lopakod az egészet, akkor azzal kurva sokat ki lehet szedni. Nekem eddig a maximum izén volt, egy marból kiszedtem 20k fókuszt. Izén, booster nélkül. Nem tudom, én nekem úgy, ha összejön, amúgy meg nem lenne érdekel. Vagy... Jó, Kari. Majd megcsinálják, vagy levűsz szépen az italátrával. Láttam az összes videódat, kaphatok egy autogramot. Nem, kús. No. van egy olyan, hogy Surging Dash, az, hogyha átdeselsz az elemén, akkor nagyobb lesz a sebzés a tenó körül 2 méterig. Oké, okay. Vagyis ahol deselsz, ott 2 méteres körben nagyobb lesz a sebzés 5%-kal. Movement speed of Tenno, az nem rossz. Void Dash speed, nem érdekel. Void Blast has 20% chance of confusing enemies. Nem érdekel. Disarming Blast. Enemies hit by Void Blast have 10 chance to be disarmed. Na, ez hasznos. És ez egy passive. Csak ahhoz fel kell oldani minden mást. Fuck you. Egy hülye kérdés, sűrű fordul ilyen elő, hogy ilyen buta emberek is ide tévednek? Ez sajnos előfordul. Amúgy várj, nem az ok. Nem Diamond Play volt, aki bejött? De. Megesett, de ő olyan kisfiús. Minden megtörténhet. De jó, a VH-t azt nem kapcsolom be.
Szóval itt egy fönti VH, oké. Okay. Persze akkor tutiba lenne egyből be lehetne kapcsolni. Aha, simán. Hogy BF-be. Oké, ja, a naramon így fog kinézni. Most már csak el kéne dönteni, kire hoztunk egy kis ponton. Affinity nem érdekel igazából. Ez viszont érdekel, mert ez nem rossz. Ez... Valami most nem, ad alapból plusz Affinity-t? Vagy mi volt az Affinity-s? A naramon a első ad Affinity-t. A finisher, az finisher, az nem izgat. Ja, amúgy mindig úgy szoktam csinálni, hogy gyakran használt Warframe-ekre felrakom a lencséket, hogy összél majd. Szóval a naramonás... Tudjátok mi a jó naramonban? Az, hogy... Nem feltétlenül kell kihúzni a képességeket. Kihúzod, oké, a Critical Chance-es Volt Starkelt kihúzod. Tök jó. Több kritikus esélyed lesz kardozás közben. Esetleg kihúzod az Affinity Spike-ot, hogy több Affinity boostot kap, de viszont az Executing Dash-t tök fölösleges kihúzni, mert finisherre megnyitja az enemy-t, és még extra 15%-ot ráad arra a damage-re. Azt mi a fontosnak húzzam ki, csak be van kapcsolva. A Surging Dash pedig creates a wave of dashing, increase damage by 5% and the area of effect around the operator. Szóval ez is egy olyan, hogy kapsz extra 5% damage-et az operátor körül, tehát 2 méterre. Szóval ha növelni akarod a métereket, akkor kihúzod a Surging Dash naramonnál és boldog vagy. Max, de nem kötelező. Nem azért, de most a sniperek nagyon OP-k lettek. Igen, viszont a Disarming Blast-et az például érdemes kihúzni, mert hogy enemies hit by Void Blast have 15% to chance to be disarmed. Szóval disarmolni, van lehetőség disarmolni az enemiket. Az nem rossz azért a Plains of Eldalonon, szerintem. Esetleg a movement speed-et érdemes még fejleszteni. Hogy gyorsabban haladjon a Tenno, bár az se annyira izgat egyelőre még. Hát én ezt most egyelőre pihentetem, amíg még úgy elválik a játéknak, hogy mi kell tovább. Na mindegy, srácok, szóval aki néz a livestreamet, tehát a naramont én így osztom el, és nem húzok rá mindenre, csak azokra, amiket láthatok, ráhozok, mert egyszerűen azért, mert úgy érzem, hogy egyelőre fék fölösleges, és nem igazán tudom eldönteni, hogy mire húzzam rá, és akkor majd a játék maga eldönti, hogy úgy leszek, hogy hova lesz nagyobb szükség, hogy ráhúzzam valamit, mert... Szükség. És nem tudom, ma szükség. Mind spirit, Increase speed, voidash, az nem izgat, tehát ez konkrétan az, amikor így voidash az annak attól azzal legyél gyorsabb, szerintem az fölösleges, egyelőre talán. A VH az fölösleges. Hát jó, egyelőre ennyi, ami a naramont illeti, a többi fókuszpontot megtartom, mert még nem tudom, hogy hova húzzam el. Jöjjön a Vazarin, hát azt tényleg nem formoltam agyon. A vazelint nem farmoltam agyon. Nekem az teli van farmol, abban van legtöbb pontom. Igen. Na jó, akkor jön Unarior-ra, van megint 2 millám. 2 millám? Még jó, csak 1,2 millám. Ja, várj, előbb fel kell oldani. Meg a sniperek meg most a nagyon jó kombókán törik. Igen. Na. Azt próbálgattam tegnap előtt én is, és elég jó. Tényleg elég jó. Na, egy újabb felirat. Én nem értem, miért elfelték a base damage-üket kvázi snipereknek. Az unalió azért kicsit betel. Lanka még többet lőjön, ok. Tessék? Lanka még többet lőjön, ok. Na, Unario Voice Spines-ja 5% damage-et visszatol a támadóra. Vajon mennyi lehet ez max? 5, 10, 15, 20, max 25 talán, amit visszaver az enemire, ami szerintem nem rossz. Szóval ez megérdemel fókuszt. Using Voltage an enemy will reduce their armor by 10, fully increase armor for the operator bar 50, ez marad. Rifle revamp mod. Increase the radius of Void Blast by 15%. Biztos hasznos. Using Void Astral an enemy will reduce their damage by 10%. Kuka. Void Mod now renders allies within 10 meters of invisibility. Oh!
Ó, srácok, láthatatlanok tudtok lenni, hogyha közelben vagytok. Ha unarjúval megytek. Az nem rossz. Vagy mert rüttük, nem hatam is taken by invisible allies. Mi? Vagy mert rüttük, nem is taken by invisible allies within 10 meter tonic. Ezt most sem értem. Void Mode reduces damage taken by invisible allies. Igen, hogyha ugye beláthatlanítod az édet. A társaidat. A szövetségeseidet, akkor ők kapnak damage reduction. De hülye, de a megfogalmazza, figyeld a szavakat. Void Mode reduces damage taken by invisible allies. Ja, értem már. Csak hiányzik egy vesző, bazd meg. Igen. Szóval igen, konkrétan az, hogyha láthatatlanok a társaid, kevesebb damage-et nyelnek be. Ez a lényeg. De szerintem akkor te is, nem? Hát nekem a Void Spines az, ami téged véd meg. Még ez is elég fasság, mert hogyha láthatlan vagy, akkor miért kapnád damage-et? Tehát így... Azt a kurva, na ezt nézzétek! Hát rangongolyót kaphatsz, de hát akkor meg... Figyelj, Unario Magnetic Blast címűzéje. Enemies hit by Void Blast are affected by bullet attractor for 4 seconds. Az tiszta meg. Void Blast-tal megütöd az enemit és bevonzák a golyókat. Fasza. Increase armor of Warframe. Hát igen, köszi, hogy szóltál, tehát ez helyből. Stone skin az kell, tehát armort növeli a Warframe-nek. De szerintem a Magnetic Blast sem rossz. Hú, kurva sok unarőjt kell farmolni, lehet, hogy átváltok erre Zenurikról. Hát a Zenurik most eléggé használhatatlannak tűnik. Nem rossz, de... Ne, mondom, hogy negatív, vagy nem egy kicsit visszakasz. Nem negatív, adtak valami jót és elveszik. Mikor adták? Hát mikor adtak nekünk egy Zenurikot és utána meg elveszik. Okay, Unario West, Void Blast has 20% chance to summon a wisp when it damages enemies. The wisps can be picked up by allies to increase operator damage by 20% for 3 seconds. Na, hát én ezt feloldom, mert a kíváncsiak, hogy néz ki, pazd meg, mert ez... Adtak valami jót és elvették. Tényleg az enemy az jó volt. Most az egyik kezükkel adnak, a másikkal meg elveszik. Oké, szóval reduce their armor. Ez az armoros fasság, ez nem érdekel, azt most egy olyan nem húzom ki, szóval erre fogok fókuszálni. Hogyha... És... Stone skins húzom ki először. Nem, húzok egyet a stone skinre. Mivel növeljük meg az armornak a hatékonyságát. Húzok egyet ide. 700... anyát picsálja, not enough friends-nek. 700 millió? Szóval húztam egy szintet a izére, arra a Void Spines-ra, és csak 200%-kal növelte meg a Damage Reflection-t. Akkor nem törj össze magát. Nem, egyáltalán nem. Viszont a Magnetic Blast, ezt arra akkor is húzok egyet, kíváncsiak, hogy... Aha. Így már 6 másodpercig, oké, jó, rendben. Többit meg... Reduces damage, render allies, az nem érdekel, Void Blast has 20% chance to summon a wisp. Magnetic Blast, Stone Skin, 170 van. Erre akkor már elhúzok. Az Operator Armorra is egy kicsit. Oké, ennyi lesz Unario. Oké. Okay. Madurai. Lássuk, hát arra nem sok ponton van sajnos. Lássuk, mit tudunk Madurajnál. Értelmesen felhasználni. Phoenix Talon. Physical damage is increased by 10. Jó, olyan messzire nem ugrottak el az eredetitől. Szóval ez nem rossz. Phoenix Spirit. Elemental damage is increased by 10. Oké. Okay. Ez is egy olyan izé, amit talán nem kötelező annyira kimaxolni. Idővel elég. Void Dash leaves trail of fire that deals foy. Szóval az tüzet hagy maga után, az nem érdekel. Inner Gaze, increase energy for amps and void beam. Oké, okay, ezt kioldjuk, mert mindenképp jól jön. És ezt is. Na most konkrétan meg nem mondom, mi az az amps? Az amps az a...
Ja, azok maguk a fegyverek? Azokat hívjuk emszeknek most? Amit az izék hordanak, a tenók? Aha. Aha, jó, igen. Mert akkor konkrétan a tenó fegyvernek és a void beamnek megnöveli 10%-ig az energiáját. Ami tök jó. És a regeneration rate-et is a emsznek és a void beamnek. Tehát, hogy gyorsabban feltöltődik a void beam és a fegyvered, tenó fegyvered. Zsír. Ez tényleg király. Mi? Azt a... Szóval van ez a Void Radiance féle izé, az azt csinálja, hogy elvisz 25 energiádat, de ahogyha Void Moidba bemész, akkor megvakítja az enemiket 4 méteren 2 másodpercig, hát ez röhelyes. Nem lenne rossz, de röhelyes. Void Strike. On leaving Void Mode, the next attack deals 5% additional damage for every second spent cloaked. Cloak consume 2 additional damage. Hát ez szar. A modulája nem erőltették meg magukat. Void Blast releases a ball of fire that deals Void Blast damage explodes after 1 second. Hát még ez is. Oké. Okay. Szóval feloldom a Fair Lane Blastet, akármilyen szar is, azért, hogy eléressem a Rising Blastet, ami increase damage of Void Blast by 25%, it can now be charged to deal additional damage. Konkrétan meglövel a Void Blastnek a erejét 25%-kal, szóval ha én ezt most feloldom, akkor rá is baszok. Mert nem marad pontom. És jó, legyen így, és egyelőre Blazing Dash, ez nem érdekel, Void Dash Deals extra damage to enemy, szar. Hát, konkrétan ebben a formátumban esetleg a Madurai az egy értelmes dolog tud lenni. Ezt is bekapcsoljuk már. Ja, ez így egész kultúráltnak hangzik egyelőre, majd kiderül, de nem a legjobb a Madurai. Zenurifnál mit mondtál, hogy mit érdemes kihúzni az LS pulzon kívül? Aj, Ozikám, nézd vissza. A felső, tehát a fölülről nézve az összesre ráraktam pontot a Zenuriknál, tehát 1, 2, 3, 4, 5. Tehát a felső résznél, és a alsó résznél pedig az első, a bal oldali elsőre és a jobb oldali elsőre. Jó. Így érthető volt? Aztán... Érthető volt. Oké. Okay. Nem is értem. De ha ránézel a videóra, épp most mutattam meg, egy kicsit visszatudta kérni, és akkor látni volt. Na jó, akkor jön a bazarin, amiben csak 175 ezer fókuszom. Az vicces lesz. Én nem tudom, én ezt nagyon szerettem, mivel sok, azért hosszú Survivor-ben az elég kényes volt, amikor csak nem kellett ott kínlódni órákig, hogy felszedje valakit, nem csak durva. Az biztos, hogy praktikus volt, amikor valaki másnál volt. Inkább az Affinity Radius, tehát ezt mindenképp fel kell oldani, az nem nagy szám. Mending Soul, the next revives are instantaneous, ez mindenképpen hasznos, de várjunk még egy kicsit. Void Mode heals, preferred disability cost, jó, Void Mode feltölti az életedet 4 per másodperc. Oh, Void Mode egy shieldet is csinál rád. Ami ráadásul még így növekszik. 5 méteres izé. Oh, ez tök érdekesen nézhet ki. Szóval van egy Void Aegis, ami egy shieldet csinál köréd, ami folyamatosan tágul 5 méteren keresztül 5 másodpercig. És 2 energiába kerül. Hát 50-58. Úristen, nem lesz pontom rá, hogy kioldjam őket. Allies hit by Void Dash are granted immunity from damage. Ez sajnos nagyon nehéz kivitelezni. Tehát konkrétan az, hogy neki dash-elsz egy társadnak, akkor immunitást kapnak. Egy másodpercig. Hát ez nem sok. És még 5 másodpercen keresztül gyógyulnak 25%-ot. Hát ez nagyon...
Egy másodpercig tutira nem sebzesz, de legalább gyógyulsz. De hát ehhez most, júj, toljam el gyorsan, persze, mert ez így fog működni. Sonic én max olyankor, én egy helyen tudom elképzelni, a raid, amikor a bombát dobják be. De ez bár, nem, mert Survivor bár, hát lehet, igen, ilyen, tudod, hogy a sarokba, és mindig csak egy másodesselget. És kijön. Voidash no longer displaces enemies, instead it emits a shockwave 8 meter wide, travels 2 meter stunning enemies in hate. Aha, jó. Tehát ez ilyen, a Sonic Dash olyan egy kicsit, mint a Voltnak az ultia. Guardian Shell. Void Blast can be charged, manifest a shield that drains energy. Ah, oké, ez egy shieldet csinál, ami elnyel 150 damage-et. Ja nem, energiát von el minden 150 damage kor, amit elnyelt. Fú, bazd meg, fáradt kezdek lenni. Szóval a lényeg az, hogy nem túl jó. De vagy fáradt, szerintem az én voltam tegnap. Void Blast consume 25 energy for each ally hit within 5 meter and grants them 25 chain. Aha. Szóval, hogyha ezt bekapcsolom, és a társaim sebződnek, tőlem elvesz 25 energiát, de nekik ad 25 shieldet. Oda ne rohanja. Increase health of the operator. Oké, ez talán hasznos lehet. Increase health regeneration of the operator. Ez fas, ez nem érdekel, ez majd később, de egyelőre akkor a mending soul, ami a revive, és ez a enduring tides. Ezt fogom feloldani a maradék pontból. Mert úgy látom, ennek látom értelmét, csak hogy őszinte legyek ebből az arénból ennyi pontja, amennyi volt nekem. Várjál már, én most jöttem arra rá, hogy amúgy egy misszívás például, érted, most neked jó vannak ilyen 2-3 millió pontja, de hogy így kezdünk.